Soron következik első napirendi pontunk, Magyarország alaptörvényének 12. módosítása címmel Novák Előd, Mi Hazánk és képviselőtársai által tépe 5907 számon benyújtott javaslat tárcsolzatba vételéről való döntés. Tisztelettel köszöntöm Novák Előd képviselő urat, és elsőként megadom a szót neki, hogy előterjesztő képviseletében előterjesztését szóban is indokolhassa. Tessék parancsolni, képviselő úr, önné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Igazságügyi Bizottság, a bankkártyás fizetés jobban hajlamossá teszi az embereket a túlköltekezésre, megnehezíti a kisvállalkozók életét, és még sorolhatnánk a hátrányait, sorolni is fogom most, mert aláírásgyűjtést is indítottunk nyomásgyakorlási figyelemfelhívási céllal a mihazánk.hu per készpénz oldalon online, és országszerte a Mi Hazánk mozgalom standjainál is, hogy a készpénz használat legyen alkotmányos jog. Mivel ebben az ügyben is tiltja az alaptörvény szégyenletes módon a népszavazás tartását, e petícióval kívánunk nyomást gyakorolni a kormányzatra, és hát önökre is, hogy most ezt a javaslatunkat elsőként vegyék először is tárgysorozatba, és ezután kerülhessen az országgyűlés plenáris ülésének napirendjére. És nyomást pedig azért kell gyakorolnunk, mert sajnos láttuk, hogy Torockai László tavalyi felszólalására válaszul Tálai András pénzügyminisztériumi államtitkár beismerte, hogy idézem, valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása. A készpénz használat alkotmányos védelmét kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom, tehát egy alaptörvény módosításban, Szlovákia és Ausztria alkotmány módosítását követve. Alapvető jognak tekintjük a készpénzes fizetést, ezért az annak betiltását célzó kormányzati és jegybanki lépéseknek is gátat szabnánk. Támogatjuk a digitális fizetési lehetőségeket, de csak mint opciót. A készpénz már többször felmerült betiltásával újabb összeesküvés elmélet válhat valóra. Jelenleg Kína, az USA és az Európai Központi Bank foglalkozik leginkább az új világrendnek ezzel a fejlesztésével, a digitális pénzzel. A Covid diktatúra alatt már láthattuk, hogy tettek lépéseket a totális megfigyelés felé. Most pedig a még szabadságjognak tekinthető készpénzhasználat betiltásával egy gombnyomással el is vehetnék a pénzét bárkinek. Kínában rendszeresen fagyasztják be az állam ellenségeinek minősített személyek bankszámláit, sőt Kanadában is 2022 elején zárolt a kormány bírósági végzés nélkül több száz olyan bankszámlát, amit a Covid-diktatúra elleni kamionos tüntetések szervezőihez véltek kapcsolni. Banki visszaélések is tapasztalhatók Magyarországon, politikai diszkrimináció is, például az OTP vezetés is letiltotta a Mi Hazánk mozgalom bankszámlanyítási szerződését. A bíróságon bejegyzett pártunk által hiánytalanul benyújtott és kölcsönösen aláírt bankszámlanyítási szerződést egy későbbi napon felsőbb utasításra hivatkozva utasították vissza. Mondjuk kétségkívül egy rendszerellenes párt vagyunk, de hát nem hitelt kértünk, hanem saját pénzünket vittük volna a bankba, tagdíj és adománygyűjtésre próbáltunk bankszámlát nyitni. Nos, egyre elterjedtebb jelenség Magyarországon az is, hogy nem lehetséges egyszerűen készpénzben fizetni. Például árukiadásra létesített automatáknál, fesztiválokon, sportrendezvényeken is egyre gyakoribb ez. Sőt, sok helyen például tömegközlekedési jegyet sem lehet már vásárolni készpénzért, így büntetés is várhat a bankkártyával nem rendelkezőkre. Az idős embereknek is sokszor gondot okoz az online fizetés, és a posta bezárásokkal is kényszerítik a bankkártya használat felé az időseket. Közfelháborodás, számos civil tiltakozás van a készpénz kivezetése miatt. Például elindult a fizeskészpénzzel.hu oldal, és Szakács Árpád is már többször felhívta a figyelmet, hogy a készpénz az emberi szabadság utolsó bástyája. Egyes helyeken olyan súlyosan elterjedt a digitális fizetési mód kizárólagossága,
hogy a bankkártya nélküli ember már szinte nem tekinthető a társadalom teljes jogú tagjának. Már csak néhány lépésre vagyunk attól, hogy a kijárási korlátozás például ötvözzék a lakóhely néhány kilométeres körzetén túlvaló fizetési tilalommal, vagy hogy ne vásárolhassunk akárhova vonatjegyet. Mindezek a veszélyek a készpénz megvédése esetén nem állnak fent. Tehát, hogyha önök nem készülnek ilyen Kínához hasonló diktatórikus lépésekre, akkor bátran szavazzák, támogassák ennek az alaptörvényi védelmét és a javaslatunk tárgysorozatba vételét. Ha ezt nem teszik, az több mint gyanús. A készpénz további előnye, hogy alkalmazható áramkimaradás, számítógépes támadás, vagy egyszerű rendszerhiba esetén, mint amilyen nemrég is volt, órákon át szerte az országban. Erről persze azért nagyon hírek nincsenek, de tapasztaljuk. A korrupció visszaszorítása álságos érv, hiszen a készpénz eltörése legfeljebb a kis- és középvállalkozókat sújtaná. Az igazán komoly visszaélések nem forintban, hanem dollárban vagy euróban folyhatnának ezután is a politikus bűnözők legnagyobb örömére, offshore cégeken keresztül szintén, ahogy a törvényesített formájú gazdasági bűnözésnek is számtalan formáját látjuk, közbeszerzési eljárások keretében is. Szlovákiában már alkotmányba foglalták a készpénzfizetés jogát, és Ausztriában is folyamatban van. Itt az ideje Magyarországon is lépni a Mi Hazánk mozgalom szerint. Az EU rekordnak számító magyar inflációs mutatók miatt sajnos elinflálták, ezért egyre indokoltabb a havi 150 ezer forintos ingyenes készpénz felvétel összegének megemelése is. A Mi Hazánk mozgalom az átlagjövedelem készpénzben való kivételét ingyenes fogyasztói jogként deklarálná, de hát első lépés most ennek a javaslatunknak mégis, ennek az alaptörvénymódosító javaslatunknak a tárgysorozatba vétele. Számítunk mindenki aláírására, elutasítás esetén is a mihazánk.hu/készpénz oldalon, aki nem akarja, hogy az ő adózott pénze felett is átvegye a rendelkezést a kormány, melynek valamely képviselője most reményeim szerint reagál, hogyha nem, akkor maradnak Tálai András pénzügyminisztériumi államtitkár korábbi szavai, idézem, valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása. Hogyha a mi alaptörvény módosító javaslatunkat nem pont ebben a formájában támogatnák, természetesen van lehetőségük módosító javaslatot benyújtani. Hogyha azt gondolják, hogy az országgyűlésnek nem ez a legsürgetőbb dolga, akkor van lehetőség ezt később a plenáris ülés napirendjére venni, de most ezzel a tárgysorozatba vételi eljárással arra adnak lehetőséget, hogy egyáltalán valamikor az országgyűlés napirendjére kerüljön. Hogyha nem, ahogy említettem, az több mint gyanús. Éppen ezért a készpénzhasználat alkotmányos jogát most kell biztosítsuk, vagy legalábbis ennek a kérdésnek a tárgysorozatba vételére kérem önöket most tisztelettel. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, képviselő úr, és mielőtt a vitát megnyitnám, emlékeztetni szeretném képviselő urat arra, hogy a visszaszorítás és a betiltás között óriási különbség van, és emlékeztetni szeretném arra is képviselő urat, hogy hazánkban nincs jabolkatói szándék a készpénzfizető eszközre való áttérésre és megszüntetésére, és hát éppen ezért ezeket fontos volt megjegyezni. Akkor a vitát megnyitom, kérdezem, ki kíván hozzászólni. Jelentkezőt nem látok. Bocsánat, Pajtó Gábor képviselő úr, tessék parancsolni képviselőt. Pusztán csak azért kívánok szót kérni, tisztelt bizottság, és köszönöm szépen a szót, mert azért a előterjesztő képviselőtársamnak néhány megjegyzésére kénytelen vagyok utalni, mint jogot végzett ember. Tehát szégyenletesnek nevezni az alaptörvénynek valamelyik rendelkezését egy képviselőtársamtól, úgy gondolom ez egy Nem egy szép dolog. Az, hogy miért tartja a Mi Hazánkat, Mi Hazánk mozgalmat rendszeres pártnak, én azt nem tudom, de ez is elhangzott az ön szájából. Illetőleg azt a logikát feltételezve, amire az elnök úr is reagált, akkor a Tanú című filmből idéznék, hogy az ön logikája szerint az a gyanús, ami nem gyanús. Tehát nincs tudomásunk arról, hogy a jogalkotónak a kormányzati szándék, hogy a készpénzfizetésnek a kivezetéséről bármilyen
jogszabályi előterjesztés szülesen a közeljövőben. Egy viszont biztos, tehát bizonyos értelemben történelmi, meg is mondható az a felvetés, amit a képviselőtársam tesz. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi jogi garanciák biztosítják a készpénzfizetés lehetőségét, és nincs kormányzati szándék annak kivezetésére. Tehát ez a felvetés, ha úgy tetszik, még idő előtti. Ez a problémának a körbejárása. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki hozzászólni? Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Kérdezem előterjesztőt, kíván-e válaszolni a felvetett vitában elhangzottakra? Igen, megadom a szót, tessék parancsolni. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is az ön felvetésére a válasz, miszerint nincs szó visszaszorítás, nincs szó betiltásról, csak visszaszorításról. Hát pontosan ez a baj, hogy még őszintén ki sem merik mondani, hogy mire készülnek, de nyilvánvalóan, hogyha most visszaszorítják, ahogy azt idéztem is a pénzügyminisztériumi államtitkártól, akkor annak a következő lépése az, hogy azt be is tiltják előbb-utóbb. Akár arra való hivatkozással, hogy hát már olyan minimális a készpénz használat. Tehát persze, hogy az, hogyha ellehetetlenítik a készpénz használatot. Tehát igenis, önök sem cáfolták, sőt, úgy tűnik, hogy tulajdonképpen kiálltak a pénzügyminisztériumi államtitkár kijelentése mellett, miszerint a visszaszorítás helyes. Csak hát azzal vigasztalódjak, hogy ahogy Pajtó Gábor képviselő úr mondta, hogy ez nem jelenti még a kivezetését, vagy ahogy elnök úr mondta, nem jelenti a betiltását. Hát jelenleg még nem, de a visszaszorításból egyenesen fog ez sajnos következni. Hogy miért nevezzük szégyenletesnek az alaptörvénynek azt a rendelkezését, hogy nem lehet például egy ilyen fontos kérdésben népszavazást tartani, az azt gondolom, hogy magáért beszél, de önmagában a demokrácia szégyene az, hogy magáról az alaptörvénynek bármilyen módosításáról, sőt, hát elfogadásáról sem engedtek népszavazást tartani. Nem szerepelt ez a programjukban sem, hogy így előhúznak egy Szájer József által írt alaptörvényt. Tehát én azt gondolom, hogy igenis nevezhetjük szégyenletesnek, sőt, hát önök sem tartják ezt megfelelőnek, olyannyira nem, hogy most készülnek módosítani, mert rossznak tartják a jelenlegit, mert ennek keretében pedofilokat, segítőket részesített például kegyelemben az önök államfője. Tehát van sok szégyenletes sajnos dolog Magyarországon, köztük az alaptörvénynek is bizonyos rendelkezései, annak az alaptörvénynek, amelyet a szálinista alkotmány helyébe téve hasonlóan egypárti alaptörvényként fogadtattak el, és az állampolgárokat sem engedik megkérdezni. Sem erről, sem szinte bármilyen lényeges kérdésről nem lehet ma népszavazást tartani. És hát e tekintetben valóban rendszerellenes párt a mi hazánk, hiszen gyökeres, radikális változásokat szeretnénk, meg szeretnénk változtatni ezt a rendszert. Például ezt az alaptörvényt is szeretnénk megváltoztatni, szeretnénk egy valódi, legitim alkotmányozó nemzetgyűléssel új alkotmányt, alaptörvényt Magyarországnak. E tekintetben valóban rendszerellenesek vagyunk. Viszont ami most a napirendet illeti, úgy tűnik, hogy a mi hazánk mozgalom a kormány álláspontjával szemben egyedüliként a készpénz használat kormányzati visszaszorításával szemben alapvető szabadság jogként szeretne ragaszkodni a készpénzhez, és úgy tűnik, hogy folytatnunk kell azt az aláírás gyűjtést, amivel előbb-utóbb reméljük, hogy nyomást tudunk gyakorolni a kormányzatra, hogy ennek az alaptörvényi szintű védelmét igenis megadják. És sajnálatos az, hogy önök is támogatják a készpénzforgalomnak, magának a készpénznek. Jelenleg még valóban nem a betiltását, sovány vigasz, de a visszaszorítását, ahogy elnök úr is mondta. Köszönöm a figyelmet, és azért még kérem mégis, hogy a tárgysorozatba vételt támogassák, vagy legalább egy tartózkodással a teljes, totális elutasításukat ne fejezzék ki. Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság, még egyszer hangsúlyozom, a visszaszorítás és a betiltás között óriási különbség van, nincs jogalkotói szándék a készpénz kivezetésére, és a jelenlegi szabályozás széles körben biztosítja a pénzkészpénzzel történő fizetés lehetőségét, és corpus jurisunkban sincs semmi tilalom a készpénz használatra, de bizonyos esetekben igenis, hogy korlátozás alá vonható. Köszönöm szépen, szavazás következik, kérdezem a bizottság tagjai, támogatják-e a fenti javaslat tárgysorozatba vételét,
Kérem gombnyomással, most szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság egy igen szavazattal, 8 nem ellenében, 0 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba az indítványt, ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen képviselő részvételét az ülésünkön.